Több mint 1,5 millió magánszemélynek és egyéni vállalkozónak küld értesítést a NAV az adószámla egyenlegéről október végéig. A papíralapú kivonatok postázása is megkezdődött szeptembertől az érintett adózók részére. Azok kapnak ilyen értesítőt, akiknek legalább egy adónemen 5000 forintnál több tartozása, vagy 1000 forintnál több túlfizetése van. Az ügyfélkapuval rendelkezők a tárhelyükre kapnak értesítést, akik viszont nem regisztráltak a felületen, azok postai úton jutnak hozzá. Amennyiben az adószámlán szereplő adatok egyeznek az adózó saját nyilvántartásában szereplő adatokkal, úgy további teendőjük nincs. Hogyha ez a kivonat tartozást mutat, akkor azt minél hamarabb meg kell fizetni, hogyha pedig túlfizetést mutat, akkor pedig a 17-es nyomtatványon tudja igényelni az adózó ennek a többletnek a kifizetését. Túlfizetésnél nagyon fontos az, hogy csak és kizárólag valós túlfizetést fog visszafizetni az adóhivatal, tehát a korábbi időszakra megfizetett előlegeket úgy kell figyelembe venni, hogy azok még nem előírt összegek, hanem azok kvázi túlfizetésként fognak mutatkozni, tehát nem tényleges túlfizetések. Abban az esetben, hogyha nem egyeznek az adatok, észrevételt lehet tenni személyesen bármelyik ügyfélszolgálaton, telefonon vagy levélben, illetve elektronikusan az epapír.gov.hu oldalon. Ehhez szükségesek az adózó álláspontját alátámasztó dokumentumok. Az egyeztetést követően a tartozást rendezhetik az érintettek csekken vagy banki átutalással.